Segítsen nekünk. Ezért vagyok itt. Információim szerint külsősként a hírszerzésnek dolgozik. Meg tudja ezt erősíteni? Nem. Nem dolgozik a hírszerzésnek, vagy nem akarja megerősíteni? Beszélhet. Itt barátok közt van. Inkább kollégák közt, nem? Fülest kaptam Alexről. Még valami? Megvan Jerry. Négy hacker állna egy világméretű összeesküvés hátterében. A Coriolanus csak egy sejtje ennek a gigászi fantomszervezetnek. Az evolúció legmodernebb élcsapata. A hackerek. Dumálni akartál? Van miről. Szerintem meg nincs miről. Amikor elfogták Betty apját, Brod egyszer beszélt vele webkapcsolatban. Sikerült visszafejteni a felvételt. Ezért biztosan Brod. Hagyjátok abba! Elég! Higgadjatok le! Nem volt köztünk semmi. Hadd békén! Miattam történt ez az egész? Ez Brod, a Coriolanus magyarországi vezetője. Hogyan került kapcsolatba velük? Csak azt tudom elmondani, amit annak idején Szabónak is elmondtam, mikor Andrásék kiszabadítottak. Összeverekedtek miattad? András megkért, hogy... Igen vagy nem? Igen. Fel vagy függesztve. Híreket kaptam Bettyről. És mi van vele, él? Találtak egy megégett női holttestet. De ezt nem hiszem el. Mit adtak be nekem? Nyugodom. Professzor asszony már várja. Ez nem is kórház. De a legjobb kezelést fogja kapni, arról kezeskedem. Ez nincs jobb. Azonnal vigyen vissza a kórházba. Ne izgassa föl magát, barátom. Tárt a szívére. Meghoztam a beteget. Kik maguk? Csak szép sorjában. Először mindig az a kérdés, mi a beteg panasza? Nincs semmi bajom. Valóban? Akkor csak lustaságból használja a kerekes széket? Azonnal mondják meg, mit akarnak tőlem, tisztában vagyok a jogaimmal. Nézd csak! Már nem csak kerekes széke van, hanem jogai is. De azt ugye tudja, hogy jogok mellé kötelességek is társulnak. Milyen kötelesség? 6. parancsolat. Ne ölj! Én nem öltem meg senkit. 9. parancsolat. Ne hazudj! Az ügyvédemmel akarok beszélni. Kollégina, szerintem lázad van. Én meg operálom. Ne, kérem. Mit akarnak tudni? Látja, kolléga, ilyen a placebo. Még el se kezdtük a kezelést, a beteg már is meggyógyult. Kér kávét? Köszönöm. Nővérke, egy kávét legyen szíves. Mit akarnak? Szabó Lukács, igaz? 6 évet ült fegyveres rablásért. Az már régen volt. Szabadulása után az alvilág ismert elintéző embere lett. Kis pénzbehajtás, rábeszélés, zsarolás. Stimmel? Ha maga mondja? Mióta dolgozott Szabó ezredesnek? Ki az a Szabó ezredes? De én mégis megműtöm. Itt a kávé. Tejjel, 2 cukorral, ahogy szereted. Te élsz? Élek. Nekem úgy tűnik. Mi folyik itt? Hogy haladsz? Jól, mert veled ellentétben én dolgozom. Könnyen bejutottam Brod gépére. Túl könnyen. Ez a fickó elvileg a Coriolanus egyik feje, de a nagyanyám PC-jén külön tűzfal van, mint ezen. Itt valami nagyon nem stimmel. Nagyon nem. De itt van minden. A teljes levelezése, az összes elmentett dokumentuma, a családi fotók, hozzáférési jelszavak, bankszámlákhoz, közösségi oldalakhoz. A kompromittáló anyagok nyilván egy másik gépen vannak.
A te gépedet kicsit nehezebb lenne feltörni. Hát attól lemenné hídba. Mi van, kötekedsz? Hoppá. Azt hiszem, találtam valamit. Ne, ezt nem hiszem el. Ez ő? Igen. András ettől padlót fog. Van itt valami, amit sürgősen látnod kéne. Egy óra múlva ott vagyunk. Ciao. Kár játszanod a hülyét. Változott a szitu, ők osztják a lapokat. Mondtam már, hogy ismerem őt. Kaptárban egy cellában ültünk. Azóta se láttam. Nem a fejedbe kaptad az olmot. Miért játszod az amnéziást? Mert mindent elmondtam, amit tudtam. Oké, akkor én is elmondom, amit tudok. Két lehetőség van. Az első az, hogy játszod itt nekünk a nagyfiút, és kapsz egy akadálymentes cellát a Szegedi Csillagban. Másik? A második, hogy dalolsz. És mi kinyitjuk neked a kalitka ajtaját. Vádalkut ajánlanak? Tudtad, hogy a Szabó a hírszerzés ezredese volt? Fingod nincs, mivel vádolják, mi? Hazaárulással. Ha akarod, a te ügyedet is hozzácsapjuk. Csak egy kicsit többet kapsz. Nem tudtam, hogy Szabó a hírszerzésnek dolgozik. Ha tudtam volna, nem vállalom el a melót. Megkeresett. Jó pénzt ígért, nagy előleget adott. Ennyi. Részleteket nem kötötte az orromra. Mi volt a meló? Volt ott egy Alex nevezetű. Rá kellett vigyáznom. Szabó jelez, akkor lett volna még egy kis extra meló is. Miféle extra meló? Hármat találhat. Szabó jelzésére ki kellett volna nyírnom mindenkit a villába és leszállítani a black boxot. Szabó jelzett is. De a kezelő valamit megsejthetett. Ő nyert. Én megkaptam egy olmot ide. Ez egy ilyen szakma. Valahogy kiúsztam a belem abból a rohadt villából. Kórházban ébredtem. Tomon kívül ismertél mást is a társaságban? Senkit. Nem ismerkedési te a délutánra jöttünk össze. Szerinted? Szerintem kamuzik. Menti a bőrét. Lehet, hogy tényleg többet tud. Nem lehet, biztos. Azt hiszi, beveszik ezt a... Én nem tudtam semmit, én csak feladatot teljesítettem, Domát. Szerintem Jerry csak egy balek. Szabó behúzta egy kis lóvéval. Miért is árult volna el neki bármit is a részletekről? Nem tudom. De nekem akkor is nagyon büdös az a mese. Szabó a letartóztatása óta kussol. Semmit nem lehet kihúzni belőle. Jerry meg nem mondott semmi olyasmit, amit magunktól ne tudtunk volna meg. Ez így kevés a vádalkóhoz. Azt hittem, barátok vagyunk. Azt hittem, társak vagyunk. Ne gyere már ezzel a nyálas szöveggel. Te könnyen beszélsz. Itt állsz talpig egészségesen, én meg csövön pisilek. Nyugi, fel fogsz épülni. Az orvosok szerint... Az orvosok szart se tudnak. Például se tudják, mi a becsület. Okés. A barátom vagy. De a barátságot sosem szokták összekeverni az üzlettel. Nem. Miért? Mert az olyan romantikus pasika van tele az összes parcella, mint te. Bravo! Az örök túlélő. Nem volt más választásom. Ha elmondom, hogy összejátszom velük, akkor hűvös olmot eresztesz a koponyámba. Megtetted volna, mert számodra a becsület meg a hűség annyira fontos. Én meg csak túl akarok élni, érted? Túlélni? Mit? A mai napot. Meg a holnapot. Az alvilág és a gengszerkedés, ezeknek olyan, mint a kakaóparti. Tudod, hogy mik vagyunk mi ezeknek? Aznap, Alex házában. Az orosz csaj. Antega. Ja, ő. Az orosz titkos szolgálat embere volt. Azt mondta, kamuból kinyír engem, hogy halottnak higgyenek. Miért? Mi volt a terv? Azt nem kérdeztem meg. Hogyha nemet mondok, megöl. Ha neked mondom el, akkor meg te nyílsz ki engem. Mit tettem volna? Tudod, kik élik majd túl az atomkatasztrófát? Az űrhajósok? A csótányok. Ők a nagy túlélők. Szuper. Akkor én egy csótány vagyok. Figyú, ezeknek szükségük van rád. Hogyha nekik dolgoznál, akkor megúszhatnád. De hogyha játszod itt az okos tojást, akkor tepsi. A te döntésed.
Eszedbe jutott még valami? Majd még gondolkodom. Károly Kovács alias Brod. Betty apja egyértelműen azonosított a fotó alapján. Várd ki a végét. Szerb állampolgár, Vajdaságban lakik. Megvan az adószáma, TB száma, útlevélszáma. Lényeget. Oké. Szóval feltörtük a számítógépét. Milyen védelme volt? Semmilyen. Ha valakit hűíteni akarsz, az hadd ne én legyek. Tudom, hogy hihetetlen, de tényleg csak a gyári alapbeállításokat találtam a gépén. Nem egy James Bond, mi? Mi van még? Egy nagy büdös semmi. Ezt hogy értsem? Megvan a teljes internetes új lenyomata. Letöltöttük az elmúlt hónapok teljes privát levelezését. Tudjuk, melyik honlapra mikor ment fel. És? Nem látogatott egyetlen technikai oldalt sem, és még csak véletlenül sem ment hackergyanús oldalak vagy közösségek közelébe. A gépén nyoma sincs annak, hogy illegális szoftvereket használt volna. Mutasd az analitikát. Gyakorlatilag alig használta az internetet. Hetente ellátogat egy nyilvántartott lábfétis oldalra, és rajta van a szerb éremgyűjtők levelező listáján. Ezen kívül csak színházi és hírportálokat látogatott. Nem lehet, hogy egy hírszerzési fedőportál? Nem az. Leellenőriztük. Itt valami nagyon bűzlik. Valaki csúnyán megvezet minket. Rossz gépet törtetek fel. Ravaszabb, mint hittük. Károly Kovács, a mintapolgár, csinált magának egy fedőéletet, amíg Brod, a hacker, valahol jót röhög rajtunk. Nem hinném. Higgyetek nekem. Csak be kéne hoznunk, azonnal kiderülne az igazság. És mégis hogy hozzuk be? Nem kérhetünk segítséget a szerb hatóságoktól. Alfát meg nem küldhetjük határon túli melóra. És ez hol van leírva? Mégis hogy gondolod? Rakja be egy kofferbe és hozzá át a zöld határon? Bocsánat, de ki mondta, hogy el kell érte menni Szerbiáig? Na jó, ti tudtok valamit. Ki vele? Miért kellett ilyen gyorsan ide jönnünk? Ez itt a hatos csatorna, és önök a Fortuna kegyelkét látják, ahol elég egyetlen helyes válasz, és önök már is vihetik a 20 000 magyar ropogós valutát. És úgy hallom, hogy már is van egy vállalkozó kedvű játékos a vonalban. Haló, 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 üdvözlöm! Mi lehet a helyes megfejtés? Kívánok! Aranka vagyok Debrecenből. Vitás? Nem, kedves Aranka, mi arra gondoltunk, amit a kedves mamának visz anyák napján. Bombon megy? Majdnem, de mi arra gondoltunk, aminek szirma is van. Virág? Virág, hát persze, és már is megvan a mai nap első nyertese! Ez a tegnapi adás, de fél óra múlva élőben is megnézhetjük az emberünket. A TV6-on megy. Én találtam. Mit kapok? Ingyen játék a flipper gépen, megfelel? Találó név. Fortuna kegyeltje. Hát csak az a kérdés, ki lesz az. Ő vagy mi? Kombó! Csutka. Hello. Gondolom a fakabát nagyot nézett. Odáig el sem jutottunk, haver. Alfa. Mi van? Jelentenem kéne Grétának. Pont róla akarok kérdezni. Beszéltél vele? Miről is? Bétáról. Most nem aktuális. Túl ideges. Majd a kicsit megnyugodott. Egyébként is ezt a kérdést, ha kérhetem, ne firtassuk a jövőben. Jó van, na csak érdeklődtem. Hát ne érdeklődjél. Jerry? Leraktuk a kórház parkolójában. Botan, csekkold a mobilját. Oké, főnök, gondom lesz rá. Nem úgy látom. Ne kell ezt még játszanom. Hé! Hé! Ezt nem hiszem el! A harmadik szinten voltam. Így jártál. Küld ki Tomot a hatos csatornához, be kell hozni valakit. Ne én menjek? Ne. Lássuk, mit tud az új fiú. Gyere, kezdődik a kedvenc műsorom. És újra itt!
itt vagyunk, ez itt a Fortuna kegyelje élőben Budapestről, a hatos csatorna stúdiójából, ahol egyetlen helyes válasz is elég... Adásban vagy, 22 hívást várakoztatok. Te vagy a nyerő. Még szép. Toma, helyén van? Igen. Akkor adj be. Haló, üdvözlöm, kihez van szerencsém? Bandi vagyok, Pécerről. Szevasz, Bandi! Nos, akkor kezdjük. 6 betű, mi lehet a helyes megfejtés? Kenyér. Ez az, és már is megnyerted a 20 000 forintot, de bátraké a szerencse. Az egyik borítékban tudod, 50 000 forint lapul, a másikban 100 000, a harmadikban sem ennyi se. Nos, kockáztatsz? Kockázat nélkül nincs mellékhatás, nem igaz? Így is van, kívánom, hogy ma te legyél Fortuna kegyeltje. Melyik borítékot választod? Én azt a borítékot választom, amiben a Coriolanus tagok névsorát írták. Jól hallottam, a sárga borítékot mondtad? Hát, ez sajnos bebuktad, haver, üres. Ma nem te vagy Fortuna kegyeltje. Szelávi, ahogy a művelt német mondaná, ha tudna angolul. De se baj, majd legközelebb, most pedig egy kis szünet, de ne menjenek sehova. Nem sokára jövünk vissza. Ma nem ő Fortuna kegyeltje. Van evolúció. Mi van? Andráskán, fejlődik a személyiséget, hogy neki álltál mosogatni. Aranybetűkkel vésem a falra. Majd mindjárt én vésem valakinek az agyát a falra. Nem én vagyok a soros. Botán! Persze az összes nagy kés alul van. Kisebbet nem találtál? Nem ezzel akartam megküzdeni Bettivel? Nem. Viszont te valamit akarsz. Ki vele? Most őszintén, András. Annak az embernek, aki a Coriolanus magyarországi részlegének az irányítója, és rakétavezérlő programot fejleszt Szentkutival, miért kell betelefonálós műsort vezetnie a tévében? Mert ez a fedő foglalkozása. Ezt te se gondolhatod komolyan. Hogy egyszerűen szeret betelefonálós műsort vezetni. Kiskora óta erről ábrándozott. Ez volt az álma, és most megvalósította. Ez hülyeség. Volt olyan lottó nyertes, aki felvette a 3 milliárdot, aztán visszament targoncázni. Valamivel el kellett szállítani a sok pénzt, nem? Vagy ott volt Forrest Gump. Dollármilliómos volt, mégis füvet nyírt. Az meg egy film. Jó, akkor tudod mit? Felhívom a többieket, hogy életszerűség hiányában lefújtad az akciót. Aztán, ha már begyűjtötték Brodot, meg kiteszik valahol a sarkon. Ez az ember mégiscsak elraboltatta Imrét. Utána meg be akarta szervezni Bettit. Már ha ő volt. Ő volt. Én őszintén remélem, hogy nem. Amiatt, amit az előbb mondtál. Betty miatt. Hívtál? Már vagy 5 perce? Csak higgadtan. Jó, majd lefegyverkezem. Mertem remélni. Mondja, főnök úr. Na, tőzsde guru barátom. Irány a mosogató. Hadd ne kelljen. Még éppen benne vagyok valamiben, és jó volna, hogyha te fejeznéd be. Meg a tyúkagyadat, azt. Ott van. Mosószer, szivacs, hajrá! Ezt egyszerűen nem hiszem el, hogy a magyar infrastruktúra védelem fellegvárában a legdurvább high-tech cuccok között nem volt pénzetek megvenni egy szimpla mosogatógépet. Válság van. A nyomás. Meghoztam. Látom. Feljöttök érte, vagy mi legyen? Italautomata. Megvan? Megvan. Forró csoki, leves. Azt is én vigyek nektek, gyertek föl érte, hogyha kell. Csak nyomd meg egyszerre. Marad. A
anyád! Befelé! Gyerünk! Meghúztam az árut. Friss, meleg. Az automatátok pedig tök király. Kik maguk és mit akarnak? Itt nem szoktak kérdezni. De tudod, mit válaszolok? Ez itt csodaország. Én vagyok Alice, ő itt a kalapos, én meg ott a fehér nyúl. Te meg április bolondja. Kielégítő volt a válaszom? Minden rendben volt? Minden. Épp a kocsijába akart beszállni ez a gyökér, amikor megkértem, hogy jöjjön velem. Ezek voltak nála. Szemtanúk, térfigyelő kamerák. Ő láthatta csak a stukkert, amit belefültem az arcába. Na, mit szóltok az új kollégához? Lelkes amatőr. Méltának jobbsága van. Mi volt nála? 7000 forint, 2 jegy az Operett színházba, meg a teló. Ebből több minden kiderül. Botan nézze át a hívás listát. Mozgás van Arielnél, elment a torról. No, elég csak megkavarni a levest, már is minden szar feljön a felszín. A nyomkövető működik. Egyelőre várjunk, de ne veszíts szem elől. Szeretsz játszani? Ezt kérem egy félreértés. Azt kérdeztem, hogy szeretsz játszani? Nem, értve hát igen. Most igen vagy nem? Kik maguk és mit akarnak? Tudod, mi az én kedvenc játékom? Ha most mutasd meg. Ezt kérem egy félreértés. Ha váltságdíjat akarnak, az én családom szegény. Nyilván összekevertek valakivel. Szerintetek is összekevertük valakivel? De szerintem nem. Tényleg lelkes amatőr. Előbb üt, aztán kérdez. Minek kérdezni, ha úgy sincsenek válaszok? Emlékeztet valakire? Na kérem szépen. Mi a legjobb védelem hackerek ellen? Nem kapcsoljuk be a gépet. Vegyük komolyan a kérdést. Nincs fontos adat a gépen. Például. Mi ez, Zolikám? Kifli. Így van, egy pendrive. Az okos felhasználó. Tehát nem a gépén tárolja az adatait, hanem ezen. És mondjuk úgy dönt, hogy elhelyezi az infrastruktúra védelem egyik digitális széfjébe. Zoltán. Tehát nem tudom a szép kódját. És mégis, kevesebb, mint 3 másodperc alatt ki fogom nyitni. Ez nem lakat, apukám. Nem. Ez egy digitális szép. Típus függő, hogy hová kell ütni. Elmehetnél mazgósnak. Hiszel a kísértetekben? Nem. Akkor csekkold a monitort.
falhoz, mindketten! Gyerünk! Ha emlékezetem nem csal, nem így váltunk el. Júlla, nekem ne pofázzon! Csináld, amit mondok! A félvilág ezt keresi. A Black Box. Vedd el tőle. Fotozd meg! Tiszta. Ja, igen, tiszta alsógatyát húztam a kedvetekért. Ezt nem hiszem el, ez tényleg démon. Nem hiszek a szememnek. Nekem is szemészkez kell lenne. Gyerünk, menjetek befelé! Szórakozzatok már velünk. Mozgás! Azt hiszed, hogy nekem örömet jelent egy ilyen genyládával töltenem az egész napot, mi? Mondtam már, hogy nem tudok semmit. Én ráérek. De te ebbe a székbe fogsz elrohadni, hogyha nem kezdesz el dalolni, megértetted, kismadár? Nem kell tovább verni. Akkor nyírjam ki! Nem. Csak jöttek újak. És őket is kezelésbe kéne venni. Kár. Pedig már olyan jól elbeszélgettünk. Na mindegy, erre majd visszatérünk. Addig te meg gondolkodjál. Ez most komoly? Nagyon rossz az arcmemóriád. Az emberek tévedhetnek, a szkenner soha. Tessék! Most már hiszel nekem? Tényleg én vagyok az? Én mindent elhiszek. Ahogy azt a felvételt is elhittem, amin kivégeznek. Mindent elmagyarázok. Akartam kérni. Csak nem az a baj, hogy élek. Tudod, túl sok a nem várt fordulat. Meghaltál, aztán beállítasz a Black Box-szal. Ez egy kicsit sok nekem egyszerre. Azért szép volt. Micsoda? Hogy rávetted, adja föl magát. Kezelő akarta, nem én. Tomot elküldtem. Most azt akarom, hogy senki ne legyen itt rajtunk kívül. Biztos, hogy ő az. Igen. Amennyiben nem dolgoztat a világ legjobb plasztikai sebészével. Csak megismerem a legjobb barátomat. A haláláról készült videó meg a legjobb kamu, amit életemben láttam. Föl kéne tenni a netre. A kisegítők menjenek el, aztán behegesztjük az ajtót. Ezek addig nem mennek ki élve, amíg el nem kapjuk kezelőt. Ariel sem. Kértem valamit a múltkor. Bocsánat. Mi lesz Broddal? Vele még nem végeztünk. Na, küldd be őket. Újra felfordulás van. Én már meg sem próbálom követni. Örülök, hogy találkoztunk. Elárulnád végre, mi folyik itt? Hosszú sztori. Ráérünk. Jól van. Az a kivégzés videó, amit láttatok, csak átverés volt. Nem mondod! Te tudtál róla? Persze. Miért nem szóltál? Nem veszélyeztetette a tervet. Őt kérdeztem.
Ariel, válaszolj, légy szíves. Nézd, ha nem csinálom azt, amit kér, akkor kinyírja a Démont. És engem is. Kényszerhelyzetben voltam. Az ember okosabb, mint mi négyen együttvéve. Mindent előre kiszámol, mindent előre lát. Úgy játszik az emberekkel, mint egy sakkozó a bábukkal. Hát elég látványos volt, amikor egy Démon nevű sötét paraszt leesett a tábláról. Na mesélj, mi történt? Hogy nyugodtan tudjak dolgozni, kezelő kitalálta ezt a kis színjátékot. Biztonságba helyezett. Amikor elvitt magával, csak a kocsiban tudtam meg, hogy mi a terve. Vérpatront rakott rám, fölvetette az egészet, és elküldte Arielnek. Nekem is játszanom kellett az első pillanattól fogva. Nem tudhattuk, hogy figyelnek-e minket. Egy bérelt lakásban dekkoltam. Az elmúlt hetek IT-támadásai az én számlámra írhatók. Kezelő utasítására tesztelnem kellett az ivóvédelmi rendszerét. Aztán két napja szólt, hogy a melónak hamarosan vége, és utasított, hogy adjam fel magam a Black Box-szal együtt. Hát ennyi a történet. Mit akar? Kezelő? Fogalmam sincs. Nem tudok sakkozni. Azt hiszed, ezt beveszem? Nyugi! Démon, ez nagyon kevés. Csak szórakozik velünk. Átverés az egész. Ha szórakoznék, szerinted idejöttem volna a Black Box-szal? Tudok Betty haláláról is. Rettenetesen sajnálom. Ki ölte meg? Kezelő? Nem. Biztos, hogy nem. Nem neki volt útjában. Hanem a Coriolanusnak. Nekünk dolgoztál, mi megvédtünk volna. Lehet, hogy tőletek is meg akart védeni. De miért? Kezelőnek kellett valaki, aki megszerzi a szükséges információkat. Kiről gyűjtöttél még adatokat? Mindenkiről. Multikról. Bankokról. A nemzetbiztonság szempontjából kiemelt cégekről. A titkos szolgálatokról. Kinek dolgozik ez a rohadék? Fogalmam sincs. Tényleg. Nekem sem mondta meg. A magányos hősök ideje lejárt. Mindenki dolgozik valakinek. Vagy mindenki dolgozik valakivel. Hogy működik? Majd megmutatom, de ne piszkáld. A Shakespeare összes nélkül be se indul. Abban vannak a kódok. Hogyha azok nélkül hozzányúlsz, a rendszer automatikusan törli magát. Most ez egyszer nem te osztod a paklit. Iszonyatosan unom a búrádat, mondtam már. András, ne csináld! Csesz csak el, nagy okos. Az évszázad lehetőségét tartod a kezedben. De mennyi barmolt szél. Mire vársz? Ha tényleg ez a Black Box. Az életemre esküszöm, hogy az. De miért hoztad volna ide? Kezelő akarta. De feltételei vannak. Ha teljes büntetlenséget és védelmet kapunk, akkor beüzemelem. És megtanítalak titeket a használatára. Egyszer már megvezettél minket. De ez most nem átverés. Szerintem ne bízz bennük. Most kell döntened. Itt nem te szabod a feltételeket. Ezek nem az én feltételeim, hanem azért, aki hamarosan jelentkezni fog. Oké, egyelőre itt maradtok. Rita. Később. Van egy bejövő hívásunk, egy férfi. Azt állítja, hogy ő a kezelő. Na jó, Ariel kimegy, Démon bennmarad. Tisztességes üzletet ajánlok. Ahhoz, hogy üzletet kössünk, tudnunk kell, kivel üzletelünk. Ki maga? Kezelő vagyok. Hát ez nem az az ember, akivel én napokig dolgoztam. A nevem nem tulajdonnév, hanem egy funkció.
Most én vagyok a kezelő, holnap egy másik. Tisztára olyan, mint Smith ügynök a Matrixban. Maradjunk annyiban, hogy én vagyok az az ember, aki segíthet megoldani egy közös problémát. Nekünk nincsenek közös problémáink. Szükségünk van egymásra. Ha nem így lenne, én nem küldtem volna át a Black Boxot, és önök most nem beszélgetnének velem. Hagyjuk a tiszteletköröket. Beszéljünk inkább az üzletről. A Black Box tényleg uralja a webet. Mi szüksége van még ránk? Van egy közös ellenségünk, akit csak együtt győzhetünk le. A Coriolanus csoport. Ugye nem kell bemutatnom őket. Miért fontos magának a Coriolanus csoport? Ha nem pusztítjuk el időben, úgy ő pusztít el minket. És mégis hogy képzeli az együttműködést? A Coriolanushoz a guru a kulcs. Találják meg. A guru nem létezik, csak egy legenda, mese, olyan, mint a télapú. A guru létezik. Átadom önöknek a Black Boxot két feltétellel. Egy. Mostantól fogva szabadon mozoghatok, és nem lesznek folyton a nyomomban. Kettő. A Black Box segítségével elkapott Coriolanus tagokat átadják egy általam később megnevezett külföldi titkos szolgálatnak. Ez nem az én hatásköröm. Beszélnem kell a főnökeimmel. Három. Nem vonunk be senki mást az akcióba. A hírszerzés felső vezetését sem. Hogy döntött? Ha elfogadom a feltételeit, az egész infrastruktúra védelmi osztagot veszélyeztetem. Így van. Ez valós kockázat. Akkor miért is menjek bele? Mert nincs más esélyünk. Csak ez az egy. Egy ilyen felelős döntést nem hozhatok meg személyes találkozó nélkül. Rendben. De Andrással akarok találkozni. Velem? A pontos helyszínt és időpontot később közlöm. Van arcfelismerő szoftveretek? Szerinted? Utána nézek. Feltörjem a gépedet, vagy össze is? Mutatom a kódot. Ha a vezérkar megtudja, hogy együttműködök az első számú közellenséggel, az egész csapatot falhoz állítják. Te ezt most jelenteni akarod a főnökségnek? Nem ezt mondtam. Nem tudom. Egy találkozót megér, aztán majd meglátjuk. Nehogy túl késő legyen. Akkor addig dobjuk oda nekik Brodot. Brod egy nagy lúzer, nem tud az semmit. Igen, de amíg erre fönt rájönnek, addig nyerünk egy kis időt. Hogy telt az éjszaka? A főnökkel akarok beszélni. Most megteheti, elviszik innen. Már mindent elmondtam, amit tudok. Igen. Szerintünk meg nem mondott ez semmit. Remélem a lánya nem csak szép, de okos is. Veszélyes konstelláció egy nőnél. Örülök, hogy megőrizte a humorérzékét, Zsolnai. Lehet, hogy csak kínomban poénkodom. Nem szeretek tétlenül várni. Ne kínlódjon, Zsolnai. Ha a lánya hajlandónak mutatkozik az együttműködésre, ön már is szabad. Előbb-utóbb úgy is rájönnek, hogy megvezették őket. Ezt a felvételt Zsolnai Imre gépén találtuk. Tudtam, hogy nem kéne belemennem. Segítsen magán, mondjon el mindent, amit tud. Ez az utolsó esélye. Higgy el, hogy én sem ilyen szerepről álmodtam. Szerepről? Nézzék, én egy újvidéki színész vagyok. Szívesebben játszanék Hamletet a Nemzetiben, de mit csinálják, ha az a tökkelütött ügynököm csak ilyen szarmelókat tud felhajtani nekem? Csak nem azzal akar beeltetni minket, hogy maga csak egy szerepet játszott. Miért? Mit hittek? Csomó pénzt kaptam érte, sztárgázsit. Csak el kellett játszanom egy kemény mafiózó szerepét. Bevették, mi? Nagyjából le volt írva a szitu. Azt mondták, azért engem választottak, mert én jól tudok improvizálni. De én ezt nem hiszem el. Nézze, én napi 200 000 bármit eljátszom. Volt, ami már reklámfilmben, rózsaszín pingvin is. Az mennyivel jobb szerep ennél? Volt ott egy Leznek és egy Merrásznak nevezett űrge is. Ők is színészek voltak? Nem tudom, lehet. Bár még egy castingon sem találkoztam velük.
Nagyon vidéki színészek lehetnek, amíg én se ismerem őket. Barátom, ez volt az évszázad átverése. Korán örültél. Azt hittem, nem kell visszadni a Commodore 64-esemet. Miről beszélsz? Nem is a tied. Közös lóvéból vettük. Igen, igen. A monitor a tied, a gép az enyém. És mihez kezdeni vele, mi? Hát egy zsebszámológéppel se tudsz bánni. Aj, de nagy király vagy, akkor miért nem te nyomultál a Blackbox-szal? Viccelsz? Egy perc alatt feltöröm. Ezzel ne játsz. Már páran meghaltak miatta. Mondjuk Betty? A holtes biztos, hogy az övé? András mindent elmondott. Örülök, hogy megúsztad. Mi vigyázunk rád. Nem kell. Nem akarsz valamit mondani? Felejtsük el, ami múltkor történt. Meggondolatlan voltam. Na, egy kicsit fura volt. Nincs jelentőség. És a többiek tudják, hogy te... Nem, úgy értem, nem vagyok az. A magánéletem nagyon zűrös, de ezt is senki nem tudja rólam. Van egy férjem, de fél éve külön élünk. Ne haragudj, ha összezavartalak. Mondják meg nekik, hogy én csak egy színész vagyok, én nem tudok semmi! Te beveszed ezt a színész dumát? Majd a hazugságvizsgálat eldönti. Át akarnak verni, most már biztos. Vota leadta a drótot Démonnak. Démon tud mindenről. Tudja azt, hogy találtunk egy elégett női holttestet, még azt is tudja, hogy a DNS vizsgálat eredményére várunk. Azt mondja, tőlem tudja, de én biztos, hogy nem beszéltem neki erről. És ez mit bizonyít? Démon egyszer már dezertált, és ennél a cégnél van egy szabály, nincs második esély. És Ariel? Ariel és Démon egy csapatban fociznak, nem bízhatsz meg benne, és akiben nem bízhatsz meg, az megy a levesbe. Minek képzeled magad Istennek, hogy ilyen könnyen osztogatod a halálos ítéleteket? Miért nem akarod belátni, ami a napnál is világosabb? Azért, mert semmi nem világos. Igenis, értettem. Azonnal indulok. Maradsz a seggeden, amíg vissza nem jövök. Értetted? Nem vagy gyanús, hogy mindig brokkolis pizzát hozott a futár? Azért, mert gyűlölöm a brokkolit, azért. A pizza rendelésünket is meghekkelted? Ha ez tényleg így van, akkor van egy skuló a stukkeremben, amire a te nevedet írták rá, haver. Az én pisztolyomban is van egy töltény Démon, amire a te nevedet írták. Növedd már a szívedre. Képzeld, a szívemre veszem. Ugye ez most valami vicc? Nem vagyok vicces kedvemben. Neked mi bajod van velünk? Befelé. András, ne hűjülj! Pofa be! Mozgás, befelé! Két kérdésre akarom a választ. Ne csináld! Ki ölte meg Bettyt? Nem tudom. Miért kellett meghalnia? Ha megölsz, akkor sem tudom. Ezt most teszed el? Szerinted érdekel? Tedd le! Többször nem fogtok átcseszni. András, ez nincs jogod. Tedd le!
Tudod, hogy most mi következik? Nem mondom el még egyszer. Kezelő bejelentkezett. Votan, tedd ki! Találkoznunk kell. Most azonnal.